történelmi kavalkád, középkori forgatag, koronázási szertartás, játék, népművészeti fesztivál, még programok sora várja az érdeklődőket egészen augusztus 20-áig a székesfehérvári királyi napok rendezvényeire. Ott van egy izmos út! Kapják is meg! Jöjjön csak közelebb, figyelmet! Kedves nevét, legyen szíves! Barnabásnak kérünk szépen egy nagy-nagy tapsot! Nagyon sokan érkeznek ilyenkor távolabbról is. Tehát tudok olyan családokat, akik ilyenkorra időzítik a fehérvári családlátogatást, és eljönnek akár Szegedről is, de külföldiek is sokan jönnek most már egyre többen a koronázási ünnepjátékok idejére. Mi igyekszünk megteremteni egy olyan varázslatos milliót, amikor visszarepítünk mindenkit egy picit a középkorba, amikor utcazenészekkel találkozhatnak, hagyományőrzőkkel találkozhatnak, egy picit a Szabadszínház segítségével bevonjuk őket, hogy milyen is lehetett a középkorban az élet, ahogy említetted, egy díszletfal segítségével egy kis középkori városrészt varázsolunk ide. Emellett idén újdonságokkal is készülünk. Három újdonság van most ebben az évben, és mind a három a Városház téren lesz megtalálható. A hagyományos programok mellett arról is majd fogunk biztos pár szót ejteni, de ezek olyan különlegességek, amik még nem voltak, és reméljük, hogy ezek is ugyanolyan sikeresek és közkedveltek lesznek, mint az összes eddigi programunk. Akkor ne is várjunk vele, hanem akkor mik ezek a különlegességek, hogy már itt szót ejtettük, ahogy említetted. Az egyik a középkori óriások. Ennek az ős bemutatója, ha lehet ilyet mondani, a Nemzeti Emlékhelyek napján zajlott a Nemzeti Emlékhelyen. Miért is ne ott, hiszen ott volt a helyszínünk. Ez a program is negyedik Bélához kapcsolódik, hiszen egy 10x10 méteres nagy valódi saktáblán igazi emberek itt a Tóparti Gimnázium középiskolásait kell érteni, fekete és fehér jelmezekben beöltözve középkori, mint egy középkori csata résztvevői. Ők mutatnak be egy igazi sakkjátszmát, és ezzel prezentálják a Muhi csatát. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, ez is Matusz János fejéből pattant ki még annak idején, hogy ilyet megvalósítsunk. Nagyon Magyarországon nincs rá még példa, külföldön már vannak ilyen programok, de mi megpróbálkoztunk ezzel itt Székesfehérváron, és hat történészek és sakkszakértők segítségével igazi sakkjátszma keretében mutatjuk be azt, hogy hogyan zajlott a Muhi csata. Ez mind a három napon látható, majd naponta két alkalommal, tehát senki nem fog lemaradni róla, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, hogy ezt is megnézzen. Nagyon jó zenékkel, nagyon jó rendezésben, nagyon jó dramaturgia alapján zajlik le ez a program, és szerintem mindenki számára érthetően. Tehát ezzel kicsit játékosan tanítunk is, mint ahogy nagyon sok programunkkal szeretnénk itt a koronázás ünnepi játékok idején. Ez az egyik ilyen újdonság. A másik a függőleges mesék. Egy vásári forgatagban vannak mutatványosok, vannak akrobaták, és mi légtornászokkal fogunk most dolgozni. Légtornászok a vásárban? Légtornászok, igen, légtornászok lesznek a vásárban, akik függőleges mesét fognak bemutatni. Ez is egy különleges produkció lesz, hiszen ez is egy dramatizált játék. És a légtornászok lesznek azok, akik az egészet bemutatják. Van egy mesélő, aki az egészet narrálja, és onnantól kezdve egy ilyen különleges kis vásári produkciót fogunk bemutatni. Ez is mind a három napon látható majd a koronázás ünnepjátékok idej alatt. A harmadik pedig, ami már régi vágyam volt. Sok ilyen régi vágyam van egyébként, és így évek alatt egyszer csak így megvalósulnak. Ilyen volt annak idején a Jó sok sikátora is, ami azóta is... Hörcsög Józsdával. A Hörcsög Józsdával, igen, az is nagy vágyam volt, a Hörcsög Józsda, hogy ez legyen. Ez is megvalósult, és ebben az évben sikerült megépítetnünk egy olyan lovagi tornapályát, mint ami nem tudom kinek mennyire ismert, az első lovagban Richard Gere volt az, aki ebben a filmben végigment egy ilyen lovagi pályán. A háttérinformáció, mi elneveztük Fehérvári Richard Gere-nek Halász Istvánt, úgyhogy szerintem fel tudod kérni Lehet, hogy majd az Istvánt, igen, én is úgy gondolom, hogy az István nagyon hasonlít Richard Gere-re, tehát összehozhatjuk most a lovagi tornapályánkat a helyi Richard Gere-rel is akár. És ez a lovagi tornapálya azért nem annyira komoly, mint ebben a filmben volt. Tehát nem egy véres játék. Ez egy játék. Viszont
ki lehet próbálni, végig lehet rajta menni, és próbára teheti mindenki az ügyességét ezen a lovagi tornapályán, ami több mint 30 méter hosszú. És különböző feladatokat kell teljesíteni közben, hogy az a bátor lovag, aki elindul az elején, a kezdőponton, és végigér a várkapuig, hiszen ott, amikor végigér és teljesíti a feladatokat, akkor lenyílik a várkapu, és beléphet a mi képzeletbeli várunkba, aki teljesítette a feladatokat, annak az lesz a jutalma, hogy ő lesz Fehérvár egyik lovagja. Annak idején gyártattunk le középkori ruhákat, úgyhogy ennek a lovagi tornán való végig sétálásnak vagy teljesítésnek a feltétele lesz, hogy ezt középkori ruhában öltözve kell végigjárni. Mindenki kap a kezébe egy pajzsot és egy kardot. A gyerekek, a felnőttek, mivel felnőttek is használhatják és végigmehetnek rajta, ők egy dárdát, hogy megnehezítsük a munkát, és naponta fogunk vitézi tusákat is tartani, amikor nézzük az ügyességet és a gyorsaságot is. Ezt napi kétszer fogjuk megvalósítani, és az esti döntőn pedig, aki a legügyesebb volt, és legtalpra esettebben teljesítette ezt a lovagi tornapályát, ő nagyon szép ajándékot fog kapni. Ezek tehát az új elemek, de hagyományosan azok régi elemek, hogy gyakorlatilag az egész belváros nyüzsögni fog, hiszen hagyományőrző, kijászok, lovagi bemutató, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindenki lesz majd. A Zicsiliget ismét helyet ad ennek? Vagy mely részeken lesznek ezek a programok elszórva szokás szerint így a belváros? Igen, az egész belvárost belakjuk ilyenkor. A Mátyás emlékműnél lesz az a helyszínünk, ahol a középkori zenészek fognak színpadra lépni. Az országzászló téren lesznek a bábszínházi programok. Végig a fő utcán helyezzük el az óriás bábokat több kis bábszigeten, kis bábcsoportokban, és az Zicsiliget fog helyet biztosítani a hagyományőrzőknek, akik beköltöznek ide augusztus 17-én reggel, és 19-én költöznek ki. Akkor adják vissza a területet a városlakóknak. Következő napok azok kicsit a középkorba repítenek bennünket vissza. A Királyi Napok rendezvénysorozatán belül megszokott, hogy középkori hangulatba öltözik a belváros. Annak több-több pontján várjuk a családokat, különösképpen napközben a gyerekeket. Lesznek lovagi tornák, egyéb meglepetések is. Esténként pedig ugye holnap főpróba, utána pedig három egymást követő este a királyi koronázásra, a koronázási szertartásjátékra kerül sor. Ugye a IV. Béla uralkodására, az ő koronázására, korszakára fogunk visszaemlékezni, családjának aztán később szenté avatott tagjaira is, azt gondolom ez is nagyon szép. Ugye a kiállítások, egyéb programok azok zajlanak, és aztán augusztus 19-én közbe esik még az öreghegyi mulatságok, ezt is sokan várják. Esténként könnyedebb és ehhez kapcsolódó szórakozási lehetőséget adó koncertek várnak bennünket, nem csak az Öreghegyen, a Borivár törében 19-én, hanem holnaptól kezdve lesz itt operett, lesz Rúzsa Magdi, és lesznek egyéb meglepetések is, hogy aztán augusztus 20-án pedig a nemzeti ünnepünket köszöntjük, nem elfelejtve, hogy amire aznap emlékezünk, amit köszöntünk, amiért köszönetet mondunk, az gyakorlatilag szinte minden Székesfehérváron történt és ide kötődik, Szent István városaként, erre joggal és sokkal lehetünk büszkék, és hát ezen belül pedig majd fölvonul a 21 óriás váó is. Ezt különösen a gyerekek várják nagy-nagy szeretettel, már az elmúlt napokban is többen kérdezték, hogy mikor lehet látni az óriás vávokat, úgyhogy augusztus 20-án délután a belvárosba az ünnepi közgyűlés előtt fogjuk őket látni, utána a menet ide-oda fog menni, és azt hiszem, hogy ez is nagyon szép lesz, hogy aztán este a Szent István szobornál átadjuk a város kitüntetéseit, a legfontosabb kitüntetéseket, tiszteletbeli polgár és a díszpolgári címeket. Én úgy gondolom, hogy ez méltán és szépen fogja zárni majd egy tűzijátékkal együtt az idei Királyi Napok rendezvénysorozatot. Nagyjából a felénél tartunk, szerencsére sok emberrel találkozhatunk, sok mosolygó, jókedvű emberrel találkozhatunk, legyen így a következő napokban is.
A királyi napok idején látogatható a magyar uralkodóink földi maradványait rejtő csontkamra. Az István király által alapított székesfehérvári bazilika a középkori Magyarország egyik legjelentősebb egyházi épülete, amely időről időre királyi temetkező helyként is szolgált. Államalapító Szent István királyunk mellett későbbi magyar királyokat, uralkodói családtagokat, rangos egyházi és világi személyeket is temettek a Szűz Mária tiszteletére szentelt székesfehérvári templomba. A 20. századi régészeti kutatások során fellelt csontmaradványokat őrző osszárium közös emléket állít az egykor itt eltemetetteknek. Számos feltárások során, illetve a magának a templomnak a hányattatott sorsa véget, ezek a csontok elég rossz állapotba kerültek. Amik itt elhelyezésre kerültek csontok, az az egykori uralkodóink, feleségeik, családtagjainak a maradványai találhatók meg acélládában elhelyezve. Ugyanis megfelelő körülményeket kellett biztosítani ahhoz, hogy a későbbi vizsgálatok során is alkalmasak lehessenek ezek a csontmaradványok. Ha lemegy a látogató egy lépcsőn, akkor különböző fülkéket lát, és ezekben a fülkékben vannak elhelyezve az acélládák, benne egyénenként elhelyezve a különböző csontmaradványok. Sajnos egyelőre ezeket nem tudjuk azonosítani személy szerint, az biztosan megállapítható, hogy valóban az itt eltemetett uralkodók, királynék és azon családtagjainak a földi maradványait tartalmazza. Egy kutatócsoport foglalkozik jelenleg is ezeknek azonosításával, genetikai vizsgálatával. Talán a székesfehérvári nemzeti emlékhelyet nem kell bemutatni, de azért mégis ejtsünk róla néhány szót, mi mindent érdemes tudni erről a történelmi helyről. Az ország történetében talán egyik legfontosabb helyszínként lehet számon tartani, hiszen a hagyomány szerint csak az lehetett törvényes magyar uralkodó, akit itt ebben a templomban, tehát a Szűz Mária prépostság templomában koronáztak meg a Szent Koronával, az esztergomi érsekkel. Másik fontos jelentősége, hogy éppen a jeruzsálemi zarándok út mentén épült fel ez a templom, első István, Szent István királyunk építette családja és saját maga részére. Számos eseménynek biztosított még ez a helyszínt, ez a templom, hiszen a koronázások mellett királyi temetkezések, királyi esküvők, koronázások, sőt országos gyűlések is zajlottak, valamint minden uralkodó innen indult hadba. Visszatérve egy kicsit az osszárium megnyitására, hiszen itt ez egy jelentős alkalom itt mindenki számára, hogy ezeket az egyedülálló leleteket megnézzék, szakvezetéseket is rendeznek ezekhez kapcsolódóan. Ez egészen pontosan mit takar? Kolléganőm Rácz Piroska antropológus fogja ezeket a szakvezetéseket tartani, aki ugyanis bekapcsolódott ennek a csontmaradványoknak a vizsgálatába, és ennek keretén belül le lehet menni az osszáriumban, és ő részletességgel mesél a csontok előkerülési körülményei és annak vizsgálati módszereiről. Egészen pontosan meddig lehet látni ezeket a leleteket? Ezek augusztus 20-áig lesznek megtekinthetőek, ezt követően ismét visszazárásra kerül az osszárium, hogy megfelelő klimatikus viszonyokat ismételten biztosítani lehessen a csontmaradványok számára. A nemzeti emlékhelyen augusztus 17-én, 18-án és 19-én lesz látható Szikora János rendezésében a koronázási szertartás játék, mely egykori királyaink életét és koronázását mutatja be liturgikus szertartás játék keretében. Szirtes Edina Mókus muzsikus és zeneszerző évek óta jegyzi a koronázási szertartás játék zenéjét. Az előkészületekről kérdeztük a művészt. Márta István zeneszerző, művész barátommal, ha mondhatom így, ő tisztelt meg azzal a figyelemmel és bizalommal, hogy én társszerzőként írhattam hozzá jó pár tételt, és akkor az utáni években egyedül maradtam, és tulajdonképpen rengeteget tanultam már az első évből is, de minden évben rengeteget, és tehát tényleg így szélesíteni kell az elmét, a figyelmet és a felkészülést éppen az aktuális időszakkal felkészülni, hogy milyen zenei világ fér bele, hogy hogyan kell elkezdeni. Tehát mindig az a legnehezebb, hogy igen, hát negyedik Béla, de hát most akkor, de nagyon nagy segítségemre van Szikora János, hiszen ő pontosan a szövegkönyvhez képest már eleve zenei tükör is van a fejében, és egy csomó minden inspiráció van természetesen a szövegben, a drámában, az élet ezekben a sorsmodellekben, ezekben a sorsokban hihetetlen. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, főleg, hogy ma volt az olvasópróba,
És akkor ez ilyenkor mindenkinek ilyen kis plusz lendületet ad, vagy egyrészt igen, elindul a pörgés, meg munkát is? Konkrétan beköltöztem ide a színházba, egy kis stúdióba, és egy csomó minden most fog megszületni. Természetesen már van 10 tétel, amit megírtam előzetesen, de ezeket, mert ez egy ilyen felfokozott sebességű próba folyamat, tényleg éjjel-nappal. Most ismertem meg a művészeket, ott csücsültem, szívtam magamban a dramaturgiát egyáltalán, hogy milyen képek, de hát ez még csak tényleg a kezdet, és igazítom a zenéket a koreográfiához, a helyzetekhez, a jelenetekhez, és valami itt fog megszületni, tehát ez, és ha kell, akkor jövő hétfőn még a bemutató előtt is pár nappal, igen, igazítani kell rajta, még írni kell hozzá valamit, mert kiderül, hogy ordít az a jelenet egy hegedű szólóért, vagy valami bármiért, természetesen hegedű szólóért ordít. Igen, kicsit hazabeszélj. Akkor ez egy ilyen nagyon összetett folyamat tulajdonképpen ennek az egész alkotásnak a menetet. Az első alkalomhoz képest könnyebb ilyenkor már komponálni, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt a legelsőnél, vagy annyira új minden évben, hogy mindig vannak benne plusz dolgok, ami miatt mondjuk ugyanolyan nehéz. Mind a kettő igaz, annyiban könnyebb természetesen, hogy a zenei világ, a hangszerpark, vagy egyáltalán a hangzásvilág az adott. Azt konkrétan megtanultam, és a mai napig tanulom, tehát nem azt mondom, hogy már tudom, de az már kialakult. Az természetesen a monumentális hangzás, néha a szimfonikus zenekar, néha lesz most is természetesen élő zenekar, de lesz szerencsére kórus, élő kórus, női kar. Tehát van egy alap, amiből meríthetünk, és hát amiben ez könnyít, viszont annyiban nehéz, hogy mindig meg kell találni az aktuális előadásnak a hívószavát, amire megszületnek a darabok. Az előző évben Szent Erzsébet érzékenysége, finomsága, végtelen hite, tisztasága volt, és tényleg az van, hogy ez hívja elő. És amikor már megszületik egy-két tétel, akkor már húzza magával a többit, életre kelti. De amikor kicsit fölül, igen, kiabálom a szöveget, igen, vagyis a zajt, vagyis próbálom. Tehát a mai, vagyis ebben az évben, 4. Bélánál nem annyira szép, viszont annál izgalmasabb ez a hívószó, a veszedelem, a tatárjárás, a muhi csata, az a hihetetlen fájdalom, mérhetetlen szenvedés, amit túléltek, és nem is éltek túl azok az emberek, hogy abban a korban majdnem térdre rogyott, vagy meg is semmisült Magyarország, és nem. Tehát tele van fájdalommal, és tele van erővel, és tele van mégis valami olyan reménnyel, ami évszázadokon túlmutat, hiszen most is itt ülünk és beszélgetünk. Tehát ez nagyon izgalmas, csak hát természetesen egy csomó, több fájdalom van talán benne, vagy szomorúság. Ugyanakkor ezek az ilyen nagyon intenzív érzelmek, a dráma, ezek a személyes sorsok, amit az imént is itt említettél, azért én azt gondolom, hogy rengeteg inspirációt ad, nem? Tehát nyilván motivációt, egy csomó muníció van benne. Persze, sokkal nagyobb kihívás. Egy ilyen hihetetlen és elmondhatatlan időszaknak a tragédiája, a tele lévő mindenféle helyzetekkel, mint egy virágzó, semmit mondó életút, de abból nehezebb merítkezni, bár az az igazi kihívás, gondolom. De tényleg már egy-egy szó, tehát hogyha belegondolunk egy képbe, amikor, hogy hogyan mészárolták le a tatárok az embereket. Már ez annyi mindent elindít az emberben, hogy győzze abba hagyni és féken tartani, tehát megszületne akár több órás zenei anyag. Természetesen nem csak ez van az előadásban, illetve a darabban, mert mint mondottam, maga a szertartás, a koronázás, az a hihetetlen gazdag szertartás, amire fel kell fűzni a zenét, az mégiscsak felfele mutat, és mégiscsak felfele mutat az ég felé, az az erő, amivel túlélték, amivel itt lehetünk még most is. Tehát igazából ez már 2-3 olyan szó, ami meghívás arra, hogy az ember kinyitsa a szívét, az elméjét, és ömlenek ki a, remélem, másnak is tetsző zenei darabok. Valamelyik évben egészen ilyen filmszerű volt, legalábbis számomra. Ez igen, is cél. Ez talán miattam is van, meg tényleg azért, hogy itt ez egy alkalmazott zene, ez nagyon fontos. Nem hivalkodhat, nem emelkedhet a szituáció a drámai helyzet fölé a zene, hanem szolgálni kell. Sokszor, ezt bevallom, ez egy kulisszatitok, megszületnek a zenék, felvételek készülnek elő, felvételek, és valamit ugye élőbe játszunk.
És bizony le kell halkulnunk, hogy a próza, a szöveg, a gondolat érthető legyen egész egyszerűen akusztikai okokból. És olyankor a zenész picit bosszankodik, vagy az orra alá borsót tör ez a helyzet, mert persze mi szeretnénk a leghangosabban áradni, de a cél, az a nemes cél, hogy eljusson a gondolat, az a mérhetetlen információ, amit át kell adni egy ilyen szertartási játék folyamán, azt nem uralhatjuk le. Tehát igen, ahogy a filmekben is, itt is sokszor a zene, az megfesti a képet, a világot, de nem festheti át a gondolatot, nem festheti le. Nekünk csak, és ez nem rossz értelemben, nekünk meg kell teremteni ezt a lélekhelyzetet, ezt a lélek jelenlétet, ezt a drámai helyzetet, és ebbe beleül, és uralja a gondolat. A beszélgetésünk elején ugye említetted azt, hogy minden évben ugye előkészülsz, vannak tételek, amiket megkomponálsz, és érkezel ugye az olvasó próbára valamivel, aztán ugye ez folyamatosan módosul. Mennyire tér el az eredendő a később felöltöztetett műtől? Igazából ez nagyon izgalmas, mert valamikor totál ellentéte születik meg a végén, mint amivel én ide érkezem. Csak egy picit példa, hogy van egy dies irae ebben az előadásban, ami a legmonumentálisabb tétel, ez 6 perces már most. És szerencsére Szikora János elfogadta, és akkor szolgálja. Akkor ez a zenésznek most nagy öröm. Ez nagy öröm. Viszont női karral kezdtem el felénekelni, és most mondta János, hogy férfi kar kell, mert erőteljesebb kell. Tehát, teljesen az mert ugye én ilyen angyali, természetesen mert ez egy nagyon erős, hát a dies irae, a haragnapja, de valahogy egy kicsit ez a hisztérikus, ez a női karnak, ez a nem rossz értelme vett hisztérikussága, visítása, amiből kiindultam, és azt mondta, hogy nem, az erő legyen, ez a férfias erő. Úgyhogy az eleje férfi kar lett, aztán annyiban sikerült megalkodni, hogy a közepe vegyes kar lesz, tehát marad a női kar, kiegészítve férfi karra. Tehát igen, természetesen abszolút alakul. Ez a egyébként magánemberként, vagy magánzenészként alázatot tanulunk ebből. Tehát, hogy hiába megőrülök egy tételjére, és örülök, hogy megszületett, mert tényleg ez egy nagyon nagy dolog és rizikó, hiszen egy hónap ezelőtt nem tudtam, hogy mit fogok idehozni, csak sejtettem. És még most sem tudom, hogy egy hét múlva, másfél hét múlva mi lesz a végeredmény. Folyamatosan alázatot kell gyakorolnunk, egyrészt az összes többi alkotótársammal, és az ő érdekükben, és nem utolsó sorban a dráma és a történet érdekében. Úgyhogy ez mind-mind egy nem csak időben és alkotásban, hanem emberileg is egy felfokozott alkotási, fejlődési két hét lesz. És ilyenkor egyébként úgy van, hogy mondjuk itt az itt közreműködő nyilván kórusokkal igen együtt dolgozol, de mondjuk a színészekkel is, vagy hogyha kell, akkor abszolút, ott abszolút ez az hát ilyen meg közös... a koreográf Horváth Csaba, akinek a munkáját végtelenül tisztelem, szerencsére ő lesz a koreográfus most is, tehát ő az első, amikor nem jelenetet szolgálunk a zenével, azaz prózát, hanem konkrétan koreográfia van, ott másodpercre pontosan ütemről, hangról hangra be kell úgymond szabni azt a muzsikát, amit én megírtam. Mert az úgy fog, ez közben fog kiderülni, tehát ez abszolút egy közös alkotási folyamat. És egyébként van egy ilyen íróasztal fiókod, ahol elkészültem, el nem hangzott darabokat őrzöd? Egyébként van is, és nagyon sok előadásból lehetne egy olyan koncert, amik soha nem kerültek be a szertartási játékban. És egyéb területekre is, mert nagyon sok munkánál van ilyen, hogy elkészül valami, és aztán kimarad. De ezzel nincs baj, mert minden közelebb visz a megoldáshoz, a legnagyobb tévedés is közelebb visz a megoldáshoz, hanem adjuk fel és keresünk. Tehát jó lenne egy ilyen sehova nem került darabok előadás. A hetedik felvonásához érkezett az Árpádház nagy királyainak emléket állító sorozat, idén a második honalapító, negyedik Béla király koronázási szertartását és életét viszi színre Szikora János rendező. A címszereplőt Lábodi Ádám alakítja, felesége Laszkaris Mária szerepében Kubik Anna lép színre, a narrátor Mihály Győző, Szent Margitot Varga Lili, Batukent pedig Sági Tamás alakítja. Negyedik Bélát második honalapítónak tartjuk, de a második honalapítás gesztusai mögött számos olyan emberi nagyságáról tanúskodó gesztusa, eseménye van az életének, ami mindenképpen említésre méltó. Azt gondolom, hogy ezek együttese egy nem derűs, de végtelenül felemelő és tanulságos élettörténetet fog kirajzolni. Megismerhettük a két főszereplőt, miért rájuk esett a választás?
Már amikor tavaly vége volt a koronázásnak, akkor elkezdtem foglalkozni azzal, hogy a tavalyi koronázás ugye főszereplője Második András volt. Abban a koronázási szertartásjátékban volt egy nagyon fontos jelenet, amelyben az aranybulla kibocsátása kapcsán Második András egy éles konfliktusba kerül saját fiával, Bélával, a későbbi negyedik Bélával. És ez egy nagyon erős jelenet volt, és tudtam, hogy a következő év az negyedik Béláé lesz. Néztem ezt a jelenetet mindig, ezt nagyon szerettem, ahogy a fiatal fiú beolvas az apjának, aztán végül is visszakozik, Második András győz, az aranybullát kiadta, de a fiú nem hagyja magát. És kihacsoltam, hogy ki lesz ez a fiatal ember, és akkor hirtelen bekattant, hogy hát ez csak a Lábodi lehet. Úgyhogy én akkor már, amikor vége volt annak a koronázásnak, tudtam, és szóltam is a Ádámnak, hogy Ádám, figyelj, jövőre téged szeretnélek, nézd meg ezt a fiút, aki most az apja ellen ágál, na ebből lesz majd a későbbi negyedik Béla, ez leszel te. Tehát ez egy tiszta képlet volt. A Laskaris Mária az már egy nehezebb kérdés, mert egyfelől kiolvasható az élettörténetből, hogy ez egy szerelem. Ellentétben a középkori királyok érdekházasságaival, emögött szerelem van, és a szerelem az gyümölcsöt is hozott, 10 gyermek szülei lettek. Az egy dolog, hogy 10 gyermek született ebből a házasságból, de ebből gondoljuk meg, 4 szent, illetve boldog életű lett. Tehát nem akármilyen szellemiség uralkodott ebben a családban, és hát közben gondoljuk el, hogy a tatárok a Muhi csata után elpusztítják a fél országot, üldözbe veszik negyedik Bélát és családját, akkor már 3 gyerek van, és Laskaris Mária a negyedik gyerekkel a pocakjában menekül fél Európán keresztül, még végül is a horvátországi Klisszavárában megszüli az újszülöttet Margitot, és mindjárt eltemeti 2 gyerekét, 2 kislányt, akik a pestis áldozatai lesznek. Egy végtelenül erős asszonyt képzelek magam előtt, akit nagy szenvedélyek, nagy érzelmek, és rendíthetetlen hűség jellemez. Csupa-csupa olyan tulajdonság, ami érett nők tulajdonsága. Tehát nekem a Laskaris Mária megformálásában nagyon fontos az, hogy egy érett nő erős és stabil személyiségét láttassam a színpadon, és hát régóta szerettem volna már Kubik Annával dolgozni. Nagyon-nagyon régen dolgoztunk csak együtt a régi Nemzeti Színházban, és aztán Székesfehérváron egyébként jó pár évvel ezelőtt Herceg Ferenc Bizánc című darabjában alakította Iréne császárnét nagyszerűen, és tudom, ismerem az ő történelem iránti vonzódását. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy amikor fölhívtam, nem kellett sokáig udvarolnom, hamar igent mondott. A tér is, ahol játszani fognak, az is egy szakrális eredetű tér. Mennyire meghatározó ez a darabban, és hogyan kell itt próbálni, hogyan zajlanak majd a próba folyamatok? Először a képzeletemben próbálok. Tehát tulajdonképpen belefulladnék a feladatba, ha a fejemben, mint egy mozi, nem lenne kész az egész. Tehát a fejemben össze kell rakni egy mozit, és ha az megvan, akkor azt látva tudom megcsinálni a színpadon. Itt ezen a helyen improvizálni, gondolkodni, hogy így csináljam, ne így csináljam, nem lesz jó, erre nincs idő. Ez nem az a hely. Itt tudni kell, hogy az ember mit szeretne, és látni kell maga előtt a helyzeteket. Én olyan típus vagyok, hogy jó előre, nagyon alaposan körbejárom mindazt, amit szeretnék közvetíteni, és igazából akkor tudok elkezdeni dolgozni, amikor azt érzem, hogy na, kész vagyok. Én most annyit mindent olvastam negyedik Béláról, és hál' Istennek volt néhány ihletett napja az életemnek, amikor úgy éreztem, hogy úgy sikerült megfogni ezt a személyiséget.
És most már tehát ennek a biztosságában kezdhetem el a munkát, és hát nagyon bízom a főszereplőimben természetesen. Béla herceg pedig nyílt gyűlölettel nézte az apját. Félelmük nem volt alaptalan, az ifjú ara már a méhében hordta András új magzatát. A címszereplő Lábori Ádám évek óta résztvevője a koronázási ünnepi játékoknak és magának a szertartási játéknak is. Nagyon érdekes, mert ugye én minden évben csinálok egy utcaszínházat is Fehérváron, ami hát egy picikét a pandantja annak, ami a koronázó téren zajlik, mert mi egy ilyen vásári komédiát szoktunk csinálni Egger Géza kollégámmal, ahol tehát én tulajdonképpen úgy végmentünk mi is az összes olyan királyon, akit János színpadra állít az esti nagy előadáson, csak ilyen vicces formában. Tehát azért mostanában napra készebb vagyok én is az Árpád házat illetően. Jánosnak a segítségét biztos, hogy fogom abban kérni majd, hogy mi az, amit szerinte feltétlenül olvassak el. Mennyire lesújtó a negyedik Bélának a szerepe? Mennyire negatív szereplő? Én nem hinném, hogy negatív lenne, vagy hogy lesújtó lenne. Itt szerintem mindegyik Árpádházi királynak megvoltak a maga gondjai és a maga erényei. Itt ezt ilyen távlatból, tehát mondjuk 700 év távlatából én szerintem nagyon nehéz megítélni. Egy családban mindig vannak konfliktusok. A hatalom körül mindig van konfliktus. Úgyhogy hát nem tudom, amit egyébként Anna is elmondott, Kubika Anna, hogy 10 gyerekből 3 szent életű lesz, tehát hogy valószínűleg tényleg egy elég jó szellemi közösség lehetett otthon. Borzasztó ez az egész tatárjárás egyébként, hogy abból fölállni, vagy tehát amikor ilyeneket olvas az ember, hogy 15 napi járóföldre nem találkozik élő emberrel. Tehát ez valami elképesztő, tehát hogy tényleg nyilván megint be kellett telepíteni kunokat, mindenféle népeket, hogy ez valahogyan tovább tudjon menni. Nagyon borzasztó nehéz élet lehet. Az előadás komolysága nyilván nem vitatható. Milyen érzés színészként kilépni a kőszínházból, szabadtéren játszani, és egy ilyen szakrális helyszínen játszani? Nagyon jó. Nagyon sok városban vannak fesztiválok, de az, hogy Fehérvároz tematikájában mennyire illik ez, és mennyire fontos az, hogy ez erről szó legyen minden évben egyszer, ott 20-a környékén, és az, hogy ez valódi tartalommal legyen megtöltve, ez a augusztus 20-ai ünnepség, az szerintem az vitathatatlan. És szabadtéren, nem tudom, egy 2500 fős nézőtér előtt játszani, hát az nagyon-nagyon ritka. Egyszer voltam Manchesterben egy foci meccsen, és a Lukács Andor megkérdezte tőlem, hogy meghajoltam-e. És mondtam, hogy nem, mert. És mondta, hogy hát, hogy 78 ezer ember volt ott. Hát ennyi embert sose fogsz együtt látni, úgyhogy meg kell hajolni színészként. Hát ez a 2500, ez is olyan szám, ami egészen dermesztő. Hatodikán operett programunk lesz, 17-én egy Rózsa Magdi koncertre várunk mindenkit, 18-án egy különleges kooperációs munkaeredményeként a Blaha Louisiana és az Alba Régia Szimfonikus Zenekar közös akusztik koncertjét valósítjuk meg itt a helyszínen, 20-án pedig itt az Icsi színpadhoz egy záró programként az Alba Régia Táncegyüttes 70 éves gálaműsorát nézhetik meg azok, akik nem fértek volna be a Táncvilágnapján a Vörösmarty Színházba, és azt hiszem nagyon sokan vannak így ezzel. Mondhatjuk, hogy a 20-ai néptánc is most már évek óta hagyomány, hiszen az is egy fix eleme az eseménynek, táncra magyar programként korábban is évről évre hagyomány volt, és ez akkor az idei évben is így lesz.
Igen, az idejében is ezzel készülünk, mégiscsak Szent István ünnepéről van szó, ilyenkor megmutatjuk azt, hogy a magyar néptánc, a magyar népzene milyen gyönyörű, és hány ember tud ez megfogni. Nagyon sokan kíváncsiak ilyenkor erre, úgyhogy idén is nagyon sokakat várunk szeretettel a színpad elé.